Vajdaság juhállománya felszaporodó félben van. Ez egyrészt az állami támogatásoknak is köszönhető, valamint annak, hogy általában biztos felvevő, felvásárló piaca van a báránynak. És pontosan ez is az egyik érdekessége, hogy a vajdasági juhászok, illetve a szerbiai juhászok legfőképpen a bárányhúsra, tehát a juhhús termelésre vannak ráva, holott maga a juhtej termelése és a tejhaszon szintén egy nagyon jó lehetőséget jelenten a gazdáknak, viszont az ezzel járó többletmunkát kevesen vállalják. Mintegy 100 birkát tart a Péter Révei Balassa József. Pár éve váltott a tejtermelésről a juhászatra, elsősorban gazdasági okok miatt. Az állomány törzskönyvezett, hiszen a támogatást csak így tudja megkapni. A tejnek az ára annyi alacsony lett, hogy abból már nem tudtunk kijönni, akkor többet ért, hogyha eladjuk a kukoricát vagy a hereszínát, és átmentünk birkákra, hogy abból nem csak abból egész évben lehet kis pénzt, mert úgy is állítottam az állományt, hogy négy egyszer eljönnek a birkák több szakaszokban, hogy mindig van belőle egy kis pénz. Érdemes juhászattal foglalkozni, de a szubvenciók egy kicsit hamarabb jönnének, akkor jobb lenne, de ami késik, az nem múlik. A gazda az állományt csak a hústermelés miatt tartja. Szerinte nem érdemes feldolgozni a tejet. Többnyire csak húsnevelésre megyek, mert a tejet vagy fejésre, ott nincs, akik megvegyék a tejet, földolgozásra meg rengeteg papírológia kell és nagy munka. Moholon a Rafai családban éppen az ellés utáni percekben érkeztünk az akolhoz. A napokban mintegy 20 egyeddel szaporodott a nyáj, de a gazda még legalább ennyi újszülött kis bárányt vár. A nyáj nagy része legelőn van, az időjárási körülmények megfeleltek a legeltetésnek. Szükséges is a vegyített tartásmód, hiszen a költségek így csökkenthetőek. Támogatással így sokat segít az állam rajtunk, mert hát azelőtt is tartottunk birkákat, de nagyon-nagyon nehezen tudtuk pozitívra kihozni az év végét. Hát most 7000 dinár a birkánkénti támogatás, plusz 2 a minden vágó bárányra. Egyenlőre. Na most hát reméljük, hogy ez majd tart is. Nem úgy, mind a fél támogatás. Beosszuk a kiadásokat, de a birka is, mint minden állat, minden jószág, tehát elvenni tőle nem lehet azt a minőséges takarmányt, mert valójában ugye azt mondjuk, hogy hát a kitelel a birka, mindenféle takarmányon megeszi. Nem szabad elvenni tőle, mert az meghallálja, hogyha odaadjuk neki azt a minőséges takarmányt, és akkor nem szabad sajnálni tőle, hogy majd talán a takarmányozáson spórolunk. A gazdaságon annál inkább sem szabad a minőségi takarmányt megvonni az állatoktól, mert a család 20 évvel ezelőtt elkötelezte magát a fejés és a tejfeldolgozása mellett. Mária asszony egy alkalommal 50 liter tejet dolgoz fel, mint mondja a család, a barátok és az ismerősök részére. Megvoltak a birkák, meg volt a tej. Csak kellett csinálni, én munkanélkül maradtam, és hát anyósan megmutatta, hogy kell készíteni, és akkor először ketten csináltuk, és most már egyedül csinálom. Konyhára kis pénz, meg hát a birkatarhoz egészséges. Nincs benne semmi tartósítószer, amit a birka megeszik, azt adja vissza a tej. A különlegesség hagyományos módon készül. A forralást, a hűtés és az oltás követi, majd az adagolás és az érlelés. A háziasszony elmondása szerint ezt más módon nem is lehet készíteni. Nincs rá törvény, és hát egyelőre csak így rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek készítsük.
Hát próbálkoztunk a piaccal is, keresik külföldről, mikor hazajönnek, már tudják évek óta, hogy itt lehet nálunk kapni, és jönnek, viszik, van, aki 20-asával viszi ki Németországba nyáron, becsomagolja, és úgy viszik, és azt mondta, hogy még karácsonykor sincs semmi baja, mind a lekvár, tehát, és jó. A háziasszony a termékért egy évvel ezelőtt megkapta a Vatebet által kiadott vajdasági brand tanúsítványt, ami némi lendületet adhatna a szélesebb körű értékesítésnek, ám a szigorú szabályokat még nem enyhítették a kistermelők számára. A készülőben levő kistermelői rendeletet várják az őstermelők, a házi termékkészítők. Hát akkor talán tudnánk üzleteknek adni, piacon is jobban lehetne árulni, és tehát ez nagyon jó lenne. A birka egyébként naponta alig 4 deci tejet ad, és a fejés is körülményes. Nagy a valószínűsége annak, hogy sokan ezért hátrálnak meg a feldolgozástól, pedig a szinte bioterméknek nagy keletje lehetne a piacon. Csak állami támogatás és megfelelő rendelet kell ahhoz, hogy az őstermelők is érvényesülni tudjanak. Vendégünk Mencs András, a Vajdasági Termeltetési Beszerzési és Értékesítési Társaság, vagyis a Vatebet igazgatója. Köszöntöm. Jó estét kívánok. Láthattuk a bejátszásból, hogy nehezen tudják értékesíteni a házi készítési termékeiket a gazdák. A termelők erre milyen megoldást kínál a Vatebet? Hát a Vatebet jelenleg azoknak a tehát az állati és a növényi eredetű termékeknek valójában a rendeletre várunk. Elhoztam magammal egyébként a rendelettervezetet. Ez valóban csak azon múlik, hogy a köztársasági parlament mikor tűzi napirendre. Ennek van még egy olyan hátránya, hogy egy egységes élelmiszerbiztonsági törvény, amivel még adós a szerb parlament, ennek keretén belül kell, hogy ezt a rendeletet tárgyalja és érvényre hozza. Ezt tulajdonképpen erre várunk több mint másfél éve. De mikorra várható egyébként, hogy ez a rendelet? Én úgy gondolom, hogy ezt a köztársasági parlament képviselőitől kell megkérdezni. Alapvetően mi ebben nem tudunk érdemben ráhatni. Kivételt képez ugye a Vajdasági Agráegyesületek Szövetsége, aki megpróbálja gyakorlatilag azért, illetve ugye a VMS frakciója megpróbálja ezt a rendeletet minél előbb átvinni. Ennél többet nem tudunk tenni ennek érdekében. Ez a rendelet, illetve ennek a meghozatala egyébként mennyiben könnyíteni meg a forgalmazást és az eladást? Ez rendszerében teljesen átalakítaná magát ezt az egész ágazatot, tehát az egész helyi termék és a termékkészítés rendszerét, hiszen egyszerűsített higiéniai eljárás keretén belül gyakorlatilag az élelmiszerbiztonsági törvény betartásával. Tehát ez azt jelenti, hogy egy gyártmánylapot mindenképp meg kell csinálni, magát azt a helységet, amiben készíti, azt élelmiszerre alkalmas eszközökkel kell ellátni, és alapvetően itt ugye a rendelettervezetben egyértelmű arról szól, hogy meg van határozva, hogy egy héten, egy hónapban, egy évben mi az a mennyiség, amit elkészíthet és értékesíthet. Ugye ennek több oldala van. Ugye magának, hogyha a tejterméket nézem, ugye jelen pillanatban törvényileg csak a túrót lehet igazából értékesíteni, vagy mindenképp egy több helységből álló helység, tehát több részből álló helységet készít, amire meg lehet szerezni igazából az engedélyt. Alapvetően jelenleg más, tehát a főleg a tejtermékeknél, amit a filmben láttunk, más lehetőség pillanatnyilag nincs. A piacoknak van olyan helysége, ahol gyakorlatilag a tejtermékeket lehet értékesíteni. Önök hogyan ösztönzik a termelőket, hogy az előírásoknak megfelelően térjenek rá az ellenőrzött termelésre? Igazából mi próbálunk egyedenként, tehát és azért is kezdettük be ezt a V1 rendszert, hogy próbálunk rávenni magát a készítőket, hogy érdemes
befektetni, érdemes ezeket a helységeket elkészíteni, és mindenképp érdemes bevizsgáltatni a terméket. Tehát nagyon fontos része az állat és növényeredetű termékeknél, hogy szakhatóságilag legyen engedélye, mert akkor, ha már van szakhatósági engedélye, akkor akár piacokon tudunk menni. Tehát próbálunk abban segíteni, hogy olyan lehetőségeket közvetítünk, ahol például nincs hely, pénz is tud értékesíteni, rendezvényekre elviszük gyakorlatilag a védjeggyel rendelkező értékesítőket, illetve ugye a másik fele, ami nem csak a növény és állat eredetű, az pedig a kézműves termékek tekintetében. Arra viszont megoldottuk azt, hogy már legálisan lehet értékesíteni. Hol tart a vajdasági helyi termékcsoport kialakítása? Én azt gondolom, hogy most olyan 642 vagy 3 védjegyes termékünk van, ami azt gondolom, hogy jelentős. Ez folyamatosan zajlik. A hétvégén is kaptam 23 termelői jelentkezési lapot, ez közel 94 vagy 95 védjegy. Én azt gondolom, hogy kezd láthatóvá válni Vajdaságban a kézműves és a helyi termékkészítés. És ez fontos ahhoz, hogy ha netán a rendelet valóban elfogadásra kerülne, akkor egységesen, irányítottan, összefogottan tudjuk őket piacra vinni. Akár egy bolthálózat segítségével? Volt már erről szó? Természetesen, illetve ígéret is van arra vonatkozóan, hogy a Prosperitáti Alapítvány írt ki egy pályázatot arra, hogy a helyi termékboltok, helyi termékeknek legyen bolthálózata. Ez ígéret igazából, én bízom benne, hogy ez a közeljövőben realizálódik. Pontosan fontos lenne először ugye azoknak a termékeknek, aminek engedélye van, majdan gyakorlatilag folyamatosan. Hisz akkor már az engedélyeztetésnek a folyamata is, én azt gondolom, hogyha látja biztos piaci lehetőséget, akkor felgyorsulna. Azzal, hogy tényleg a helyére kerüljenek ezek a termékek, legyenek gyártmánylapjaik és legyenek szakhatósági engedélyeik. Tulajdonképpen ezeknek a helyi termékcsoportoknak, tehát ezeknek a helyi termékeknek mi a végső cél? Tehát az, hogy maga a belföldi piacot fedje le, tehát mondjuk konkrétan egy vajdasági területet, vagy pedig irány az Unió, vagy irány Magyarország? Két részre venném. Egyrészt ugye ez egy kuriózum lenne a helyi kereskedelmi palettán, hisz ugye ennek majd a következménye az, hogy a maga a vásárló, tudatos vásárlói ösztönzéssel el tudjunk indulni akkor már, amikor ezeknek lehetősége van. A másik fele pedig az, hogy aminek már van engedélye, azzal pillanatnyilag a Vajdasági Agráegyesek Szövetsége koordinálásában van lehetőség, illetve kezdődik az, hogy Magyarországon egy Kárpát-medencei bolt nyílik. Itt kezdetben inkább a turisztikai szempontból fontos kézműves termékek azok, amik szerepet játszanak, és én úgy gondolom, hogy ez a közeljövőben elindul. Erre már a terméklistát elküldtük Magyarországra. Mencs András, köszönjük szépen az információkat. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.